Nem védi meg idén futballbajnoki címét a Honvéd, de a bronzért még versenyben lehetnek a kispestiek, akik legutóbb kikaptak a dobogó rivális Debrecentől, és most hatodikok a tabellán, soraikban 26 meccsel alapember az egyszeres bosnyák válogatott György Kámber, aki volt már aranyérmes egyébként Győrben, és vele beszélgetünk. Most jó reggelt kívánok, szervezt! Jó erged, kívánok! Uh, szombaton dupla bánatban volt részletek, hogyha úgy veszük, hiszen elvitték a bajnoki trófeát is a Bozsik stadionból. Mikor lett ebben a bajnoki évben úgy nagyjából világos számatokra a játékosoknak, hogy nem lehettek versenyben az aranyéremért? Hát amikor a szezon már kezdünk, mi tudtunk, hogy nehéz lesz megvédeni ez a bajnoki címet, hogy megismertünk ezt a sikert, vagy egy csodát, amit csináltunk múlt évben. Uh, nagy változás volt a csapatban, majdnem több mint egy harmad csapat elment nyáron, múlt nyáron. Uh, Jöttek új játékosok, új edző, és uh, szerintem ez sok volt, és uh, már tudtunk, hogy nagyon nehéz lesz, de lehet, hogy uh, jó kezdetünk, sok pontot szereztünk is, de, de látom, hogy uh, nem lesz ugyanaz, amit volt és hogy nehéz lesz. Mm, nem lehet megismételni azt, lehetett látni ja. viszonylag hamar. Most, amikor a dobogóért küzdetek, a bronzéremért és ilyen szempontból, persze nagyon fontos meccs volt a Debrecen elleni, megint egyéni, leginkább egyéni hibáknak köszönhetően kaptatok ki. Miért van több ezekből idén? Hát ezt nem tudok mondani pontosan miért, de amit mondtam, hogy nagy változás volt a csapatban, sok, sok új játékosok van uh, sok, sok új játékos, aki jött, akkor nem illeszkedett annyira sok a csapatban, és azért van ilyen oszcilláció játékban. Uh -huh, uh -huh. Uh, most télen is volt néhány új igazolás, uh, amit ugyanaz történt. Uh, most kevesebb is vagyunk ott a keretben, uh, és uh, pont most, most, amikor Debrecen előtt, amikor gondoltunk, hogy uh, most kicsit stabilabb vagyunk, ugyanaz történt, amit történik egész szezonban. Igen. Nem tudom miért, lehet, hogy uh, most mindenki beszélt, hogy koncentráció miatt még ilyen, de én csak tudok mondani, hogy eh, hogy sokkal többet kell edzeni, és sokkal többet kell koncentrálni edzésen is, hogy tudunk ezt nyújtani a meccsen. Kemenes Szabolcs, egykori kapusotok, azt mondta egyszer a Csak Focinak, hogy Cristiano Ronaldo és te vagy az a világfutballban, tehát Cristiano Ronaldo és te, aki egyszerűen elképesztően mondhatni ultra motivált minden edzésen. Ha neked ez alap, tehát hogy már az edzésen is iszonyatos mennyiséget kell futni és úgy hajtani, mint hogyha a világbajnoki döntő lenne, akkor például szokott dühíteni azt, hogyha azt látod, hogy nem mindenki teszi magát oda százszázalékosan? Hát, ez, ez, ez lehet látni sajnos. Uh, én egy, csak egy, tudok, egy akarok mondani, hogy én soha nem voltam ilyen nagy tehetség, és uh, ezt, amit nekem hiányzok, én tudtam kompenzálni -e ebből. A munkával. A munkával, persze. Uh -huh. És uh, én megpróbáltam mutatni a fiataloknak, még többieknek, hogy, hogy neki is legy ugyanaz út, uh -huh. amit nekem van és hogy ő is megpróbál edzeni, vagy gondolkodik, mint én. Neki van minden több, mint amit nekem volt, amikor fiatalok voltam, de ha ez nem lesz neki, tudod, hogy erősebb edzeni, jobban koncentrálni, vagy profi lenni, akkor Szerintem ez a pár év múlva akkor nem fog játszani a vegybe. Ezzel eljutottunk egy fontos témához, és rá is mutattunk valami fajta különbségre a szerb, bosnyák délszláv és a magyar átlagos játékos mentalitás között. Szóval, hogy valahogy nálad, és a délszláv játékosoknál általában persze mindig vannak kivételek, de erősebb ez, a, ez az ambíció, ez az akaraterő? Ez igen, szerintem most minden madár, minden fal itt magyarországon tudja ezt, de ez nagyon hiányzik a fiataloknak. Uh -huh. hát magyarországon so so most már tíz éve itt vagyok, Diógyörben voltam, Zalegerszeken, Győrben, most itt a Honvédban, sok jó tehetség, játékos látom, de sajnos ez az első akadályon megállnak. Uh -huh ahol a nem munkával, tudom, munkával és energiával van. Munkával, meg mm. energiával. Mm. Tényleges, vagy uh, nem tudom, miért történt ezt, sokat beszéltem, sok fiatalok is beszéltem, miért van ilyen, és ő se tudja mondani. Mm -hmm. hát ez próbáltunk a próbáltunk is uh, cserélni ki a fejbe, például egyetlen, most utolsó időszakban ez most például az a Gazdagdani, vagy uh, most a Costa is, ott a Mezőkövérzen, sajnos nem Honvédban, Uh, ő kicsit másik gondolkodik. Uh -huh. De remélem, hogy ezt tudunk tartani is. Visszatérve a Honvédra, az utolsó öt bajnokitokon akár még a mérleg nyelve is lehettek az aranyért folytatott csatában, hogyha legyőzitek a Ferencvárost vagy a Videotont. Melyik ellen látsz erre nagyobb esélyt? Melyik csapatnak fekszik kevésbé a Honvéd? Hm. Ez nehéz kérdés. Sajnos ezt a szezonban mindenki két csapat ellen kikaptunk. Igen. Uh, de videóton ellen jobban játszottunk. Minden két meccs szerintem sokat jobban játszottunk, az a Fradi ellen mindig történt most, amit Debrecen ellen történt. Mindig kaptunk ilyen gólogok, amit videó elemzésnél néztünk és mondtunk, mit csináltunk. De nem egy játékos, majdnem egész csapat csinálta ilyen hibát. Uh -huh. Ugyanaz, most szólok ott a védelembe vagy középpályán, de ha hát csatárok nem rúgunk a gól, ugyanaz ez a hibát. De most játszunk, a, most megyünk Paksa, utána jön a Fradi, egy derbi, és már hallottam a szurkolóktól, Léci, akkor nyerjetek ott, de mi megpróbálunk tényleg. Nehéz lesz azért, hogy ö, sajnos sok kosztiláció volt ezt a szezonban, és ö, hát, tudunk most má, mától, jobban koncentrálni, jobban edzeni, akkor biztos, hogy tudunk nyerni is. A tavalyi Honvéd 65 ponttal lett bajnok, azzal a csapattal, azzal a kohézióval, azzal a biztonsággal, amire képes volt az a tavalyi bajnok csapat, azzal vajon ezt az idei Videotont és Ferencvárost ebben az idei bajnokságban meg tudnátok szorongatni? Hát reméljük, hogy tudunk. Remélem, hogy tudunk, és ezt, ezt is akarunk, hogy megnehezítünk né ezt a dolgot minden kettő ellenfélnek, uh, de én nem látom ezt a kohézió, amit nálunk volt, amikor mm -hmm. értünk a bajnokság. Nem láttuk egyik csapatban. Előre elővöm az egyik point, mert George F. Hemingway klub tulajdonosatok itt nálunk futó videoblogjában arról is fog beszélni mindjárt, hogy új csapatot kell építeni. Te milyen posztokon erősítenél? Hát nagyon sok kell erősíteni, ez, ez a biztos. Sajnos, amit, amit, már mondtam, hogy majdnem fél csapat elment múlt évben. Ezt a játékos, aki itt volt, már mondtam, hogy nem elhezkedik annyit gyorsan, és amit tulajdonos, meg az edző akartatok biztos, hogy kell, kevese vagyunk most is, sajnos pár sérülések, és lehet, hogy nincs 11 játékos ott a pályán. Tehát, uh -huh, so, hogy bővíteni is kell a keretet. Igen, uh -huh. igen, És végül azt mondnak, hogy egyszeres bosnyák válogatottként milyen a, a sajtód odahaza, uh, foglalkoznak az eredményeiddel, uh, téma uh, volt uh, otthon uh, az, hogy hát neked már van két magyar bajnoki címed egyébként, két különböző klubban. Igen, uh, én voltam az a U21 uh, szerb montenegrói válogatott is, meg Bosnyák felnőtt válogatott, hát ott, ott teljesen más. Ott, amit már beszéltünk, hogy ott nagyon akarok, akkor ott látod a, a szemedbe a, uh -huh. a, a sikeret, hogy a játékos nagyon akar küzdeni, akar tovább menni, akár jobb csapatban játszani, jobban uh, bonyolulságban játszani. Most itt Magyarországon tényleg ez nagyon-nagyon körülmények vannak a minden csapatnak, és uh, nem látom, vagy kevesebb látom, hogy fiatalok akartak menni Magyarországon. És azért szerintem most nagyon hiányzik a jó ott a válogatodban is. Uh -huh. ezek a, a, a játékosak, uh -huh. akik jó, jó csapatban, külföldön játszanak, akkor, akkor nem lesz egy erős uh, válogatott. Te viszont kitartasz a Magyar Bajnokság mellett? Ugye 2020-ig van szerződésed, uh, azért szeretsz Magyarországon focizni? Hát persze remélem, hogy uh, utána is fogunk maradni, itt, és itt, 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 itt fogunk dolgozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további jó munkát, köszönöm szépen, hogy kívást.